Na, akkor folytatjuk az utunkat itt a Naturparkba. Következő állomás. Itt egy labirintus. Hello. Hát itt egy nem tudom milyen pálya akar az itt lenni. Kötelet azt látni, de hogy itt mit kell csinálni, azt nem tudom. És akkor mindjárt ide is értünk egy ilyen nagy gyerekplachoz. Különféle játékok vannak. Közben itt van egy kis dombokon lépcsők. Itt van egy ilyen kis piknikház, tehát végül is itt lehet bográcsozni, szalonnát sütni. A falba van beépítve a bográcsozó. Bérelni lehet itt ezt a területet. Mindjárt megnézzük, hogy tarifot, díjakat. Hopp, itt is van. 15 euró a személy napra. És akkor itt 20-30 fő. Itt van egy nagyobb ilyen bográcsozó. Minden igaz, itt van egy ilyen kis vízesés. Ezt még gyorsan megnézzük. Ez a Gyuri barátomat jó elhagytam valahol. Mondta meg, hogy előre jövök. Tavaly itt voltunk a kutyával. Hát én még halat ebben nem láttam mondjuk. Na, akkor vissza, placra. Ahogy elnéztem, itt több túraútvonal is van. Tavaly ezt kerékpárra tettük meg itt. De ez gyalog, ez ösvény végül is.
Aztán innen már vissza a településre, egy szűkösvény vezet a patak mentén. Ilyen tornapálya. Nagyon negyed órás gyalogút. Hát oda most a dombtetőre nem megyek föl. Ezekben különféle falevelek vannak. Hát sokat nem látni. Ki kell találni, hogy milyen levelek találhatóak benne. Hát eddig csak kutókkal találkozunk, meg kutya sétáltatókkal. És akkor a területről, itt van egy térkép. Tehát ugye innen indultunk, a Gruberizé panziótól, itt volt a tó, és akkor így jöttünk. És jelenleg itt vagyunk. És akkor megyünk vissza Pöllauba.